Az Egri úszóklub korosztályos csapatai közül az ifjúságiak a Hódmezővásárhelyi országos bajnokságon igazán kitettek magukért. 16 érmet, 1 arany, 10 ezüst és 5 bronzérmet szereztek, amivel a ponttáblázaton a 3. helyen végeztek. A szerdától szombatig tartó 60. serdülő országos bajnokságon kevesebb érem és pont megszerzése a reális cél. A 4 nap során 42 számban hirdetnek győztest. Az első nap különösen jól sikerült Egri szempontból. Muzsnai Zsófia 50 pillangó 3., a 4x200-as lány vegyesváltó pedig az első helyen végzett. Második nap 5 döntős egysége volt az egrieknek. 100 lány gyorson Muzsnai 4., Belicai Bóra pedig az 5. helyen zárt. Aroszki Zsófi 50 méteres lány mellúszás döntőjében 8. lett. Mindkét csütörtöki váltó döntőben ezen kívül érdekelt volt az Egri úszóklub csapata. A 4x100 méteres mix, vagyis fiú-lány vegyes váltó úszásban a 6. helyen ért célba a Belicai Bóra, Belicai Bence, Rezesi Ádám, Muzsnai Zsófia összetételű Egri 4-es. Hasonló eredményt ért el a 4x200-as Tarackközi Gergő, Soltész Levente, Angyal Mátyás, Rezesi Ádám összetételű fiú gyorsváltó is. Pénteken és szombaton is folytatódik az OB, délelőtt 9-től előfutamok, délután 5 és 7 óra között pedig a középfutamokat és a döntőket rendezik a Bicskei úszodában. Az esemény megtekintése ingyenes.